Megtartották a röplabda klubkupák 2015-2016-os idényének sorsolását. Ezen öt magyar csapat volt érdekelt, a nőknél a Fátum Nyíregyháza is. A Challenge Kupa selejtezőjének második fordulójában a szerb Stara Pazova lesz a nyírségiek ellenfele. Az első mérkőzéseket november 10-e és 12-e között, a visszavágókat pedig két héttel később játsszák. A szerb röplabda a világ elitjéhez tartozik, így nehéz meccsek várnak a Nyíregyházára. Pont azt mondta a Békés Abai klubelnök barátom, hogy ha a Zvezdát kapjuk, akkor mindenki felsziszen, hogy micsoda nagy csapatot kaptunk, és ő azzal biztatott, hogy játékerőben nagyjából hasonló ez az ellenfél is, csak a neve nincs akkora. Ezt követően jöttünk rá arra a szakvezetéssel, hogy hát azért mégis csak helyt kellene állni. Nem mehetünk úgy neki ennek a mérkőzésnek, hogy a papíron meglévő különbséget tudomásul vesszük. A csapat kerete néhány poszton erősödhet a nyári szünetben, egy centert, egy ütőt és egy liberót szeretne igazolni a klub. Az viszont eldőlt, hogy Hengsberger Anna távozik, mivel a fiatal játékost Budapestre vették fel egyetemre, így az egyik fővárosi együttesben röplabdázik tovább. A Fátum Nyíregyháza a közép-európai bajnokságban is szeretne részt venni, amennyiben elfogadják nevezését, a magyar bajnokságban csak a rájátszásba kapcsolódik be.